Joseph Rojas drogfüggő volt, aki a saját családjától lopott, hogy belőhesse magát. Gyakran került börtönbe, és majdnem meghalt egy túladagolás miatt. Josephet nem lehet példaképnek tekinteni. Az élettörténete mégis tinédzserek ezreinek életét változtatta meg. Nézzük miért. Joseph Rojas a texasi Victoria város külvárosában nőtt fel, ahol megszokott volt a lövöldözések és a szirénák hangja. A veszélyes utca mégis védelmet jelentett az otthoni szörnyűségek elől. Emlékszem, 3,5 éves lehettem, amikor az apám 3 méterre tőlem az anyámat véresre verte. Ilyen gyerekkori emlékeim vannak az apámról. Még kisgyerek volt, amikor az apja elhagyta a családját. Azon gondolkodtam, hogy mi a baj velem. Miért nem hív fel az apám? Nem jött hozzánk vissza. Azon tűnődtem, hogy milyen rosszaság van bennem, ami miatt nem akart megmaradni mellettem. Édesanyja rengeteget dolgozott, hogy megélhetést biztosítson 2 fia számára, ezért sokszor voltak egyedül. Annyira fájt, annyira üresnek és magányosnak éreztem magamat. Azt gondoltam, soha senki sem fog elfogadni. Kerestem valamit, ami csillapíthatja a fájdalmam, így elkezdtem egy gyerekbandával együtt lógni és kábítószerezni. Egyből kokainnal kezdtem. 14 éves körül lehettem, amikor felszippantottam az első sort. Mielőtt azonban észbe kaphattam volna, már 2 sort szívtam, majd 3-at, majd végül 21 éves koromra már napi 400 dolláromba került a kokain függőségem. Az emberek azt kérdezték, Joseph, honnan volt rá ennyi pénzed, ha nem is dolgoztál? Hát drogot árultam, raboltam, vagy loptam, mindent, amit csak tudtam. Még a saját anyámtól is loptam, hogy a szerhez juthassak. Az édesanyámtól, akitől csak szeretetet kaptam, sőt, még az életét is odaadta volna értem. Amikor úgy 18 éves lehettem, az édesanyám átadta az életét Jézus Krisztusnak. Kétségbe esettem, próbált segítséget találni nekem. Végül egy hölgy elvitte őt egy gyülekezetbe, ahol az anyukám találkozott Jézussal. Emlékszem, amikor hazajött, ezt mondta nekem, hogy Jézus meg tudja változtatni az életemet. Teljesen újjá tud tenni. Nem igazán hittem Istenben. Milyen Isten az olyan, aki megengedte, hogy apa nélkül nőjek fel, aki megengedte, hogy ennyire gyűlöljem magam. Azt mondtam az anyámnak, anyu, én drogfüggő vagyok, és ha még van is Isten a mennyben, mit akarhatna egy ilyen értéktelen drogfüggőtől, mint amilyen én vagyok? Aljas gonosztevőnek tartottam magamat. Gyerekkorom óta kibejártam a börtönbe és egyéb büntetés végrehajtó intézményekbe. Mit akarhatna Isten tőlem? Az anyukám a megtakarított pénzén elküldött engem Kaliforniába egy rehabilitációra, de 1 hónap múlva újra drogozni kezdtem. A félretett pénze meg oda lett. Ez elviselhetetlennek tűnt számomra, ezért úgy döntöttem, végzek magammal. Belefáradtam abba, hogy fájdalmat okozok az anyámnak, és összetöröm a szívét. Úgy döntöttem, hogy halálos adag kokaint szívok fel, amitől majd megáll a szívem. Nem akartam, hogy az anyám rám találjon, de eldöntöttem, hogy így nem élek tovább. Az édesanyám váratlanul betoppant, én meg ott feküdtem előtte túladagolva a nappali padlóján. Emlékszem, az anyám hívta a mentőket, és közben Istenhez kiáltott. Amikor a mentők megérkeztek, rám kötöttek mindenféle zsinort és gépet, és betettek a mentőautóba. A mentőben megéreztem Isten jelenlétét. A mentő hátsó részében nagyon erősen éreztem Isten jelenlétét. Ezért, bár beszélni nem tudtam, azt mondtam magamban, Jézus, ha még mindig akarsz engem, ilyen állapotban, megtörten, üresen, értéktelen drogfüggőként, akkor ma éjszaka átadom neked az életem. Ekkor éreztem először az Atya szeretetét. Először éreztem úgy, hogy kiválasztott vagyok. Először éreztem magam teljes embernek. Megtérése után még 2 év telt el, mire megszabadult a drogfüggőségétől. Vannak, akik egyik napról a másikra le tudnak szokni. Nekem minden óráért meg kellett küzdenem, majd idővel már 2 napot, majd 1 hetet, és aztán 1 hónapot, majd 2 hónapot, majd 1 évet, és végül már 2 évet is kibírtam. Ez így ment éveken át. Míg aztán 11 év múlva, ma már van egy gyönyörű feleségem, 3 gyerekem, szép otthonom, és 3 kutyám. Az életem csodálatos, és ahogy visszatekintek, látom Istent minden lépésemnél.
Joseph egy keresztény rock együttest alapított. Az együttes nagy hangsúlyt fektet a szolgálatra. Számtalan tinédzsernek segítenek az internetes tanácsadó honlapukon keresztül, valamint emberek ezrei válaszolnak a megtérésre való felhívásukra. Köztük volt Joseph édesapja is. Elkezdtem minden nap imádkozni az édesapámért, hogy Isten cselekedjen az életében, hogy megismerhesse ő is Istent, hogy bár hibát követett el, mégsem értéktelen. Volt egy esőben megtartott koncertünk, és amikor előre hívtam a gyerekeket és a felnőtteket, még mindig esett az eső. Egyszer csak megláttam az apámat a tömegben. Átadta az életét Krisztusnak azon a napon. Az Úrhoz tudtam vezetni az apámat. Az édesanyám még mindig sokszor sír, amikor felhívom és elmesélem, hogy hány fiatal adta át az életét Krisztusnak az adott este. Ilyen csodálatos Istenünk van. El tudom mondani, hogy Isten a helyreállító, a gyógyító, és ő meg tudja változtatni az életünket. Nincs olyan élethelyzet és állapot, amiből ne lehetne visszafordulni Jézus szeretete által. Megígérhetem, tiszta szívemből meg tudom ígérni, hogy ha átadja valaki a szívét Krisztusnak, akkor olyan helyekre vezeti el Isten, ahová álmában sem gondolta volna, hogy lehetséges. Ez tényleg így van. Tudják, ahhoz, hogy szeressünk, hogy igazán szeressünk, döntenünk kell. Ha valaki elő akarja írni, hogy szeresse őt és kövesse őt, akkor az nem igazi szeretet, ez törvény. De Isten szabad akaratot adott nekünk, és amikor ezt megtette, akkor megengedte, hogy alkoholfüggők legyünk, visszaéljünk a kapcsolatainkban, hogy erőszakosak legyünk, hogy elhagyjuk a családunkat és rossz döntéseket hozzunk, vagy éppen jókat. De hát hol van Isten mindezekben? Ott, ahol mindig is volt Joseph életében is, mielőtt még megtért volna. Ő ott vár ránk szeretettel. Együtt sír, és együtt szenved velünk. Együtt szenved velünk, és kéri, hogy menjünk hozzá, hogy hadd hozza rendbe az életünket. Engedjük meg, hogy jobbá tegye, hadd töltse be a bensőnkben érzett űrt, hadd töltse be a megtörtséget. Isten nem csak, hogy meg tudja tenni mindezt, hanem vágyik is rá, hogy megtegye. Amikor valami rossz történik, hajlamosak vagyunk, hogy áldozatnak tartsuk magunkat. Síránkozunk és panaszkodunk, hogy semmi nem úgy megy, ahogy kellene. Isten meg már nagyon unja, hogy még mindig a magunk útját járjuk. Ki kell várnia, míg egy mentőautó hátsó részében fekve egy arasznyira kerülünk a haláltól, míg nem Istenhez kiáltunk szívünkből, mert már beszélni sem tudunk. Ó, Istenem, ments meg! Szükségem van rád! A Biblia azt mondja, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és megváltóra van szükségünk. Jézus már akkor nagyon szeretett, mikor még bűnösök voltunk. Eljött, hogy tökéletes áldozatot mutasson be, hogy ezáltal hidat építsen köztünk és Isten között, hogy az örök élet ajándékát megkaphassuk, és már most a földi életünkben is örökre megváltozzon az életünk. Ha nem él olyan szabadságban és tartalmas életben, mint Joseph, akkor valami még hiányzik az életéből. Ez nem csak néhány embernek adatik meg, hanem mindenki számára, aki Istenhez akar menni. Jézus azt mondta, hogy a szívünk ajtaja előtt áll és kopog. El tudja képzelni, hogy az univerzum teremtője türelmesen csendben kopogtat a szíve és az értelme ajtaján. Ez történik ebben a pillanatban. Ahogy nézték Joseph történetét, talán önök közül is néhányan azokra a döntéseikre gondoltak, ami meghatározta az életüket. Én nem tudom, mit tettek, de bármit is tettek, eljutottak egy pontra, ahol már annyira összekuszálódtak a dolgok, hogy nem tudják, hogy hogyan tovább. Már nem tudják, mi fontos igazán az életükben, és hogy kik is valójában, és hova tartanak. De ma arra hívom önöket, amit Joseph és én is megtettünk. Jöjjön haza Istenhez! Isten karja ki van nyújtva ön felé. Ő mindent tud és mindent lát. Tudja, hogy mikor mit tett. De ezek a múltban történtek, most meg a jelenben vagyunk. Most, ebben a pillanatban megvan a szabad akarata, és megvan a döntési lehetősége egy új kezdetre. Kérem, vegye át, mert ez az öné. Nyúljon ki érte! Megfogom a kezét, és arra kérem, hogy jöjjön velem.
Jöjjön a legjobb úton, mert Isten az én életemet is megváltoztatta, és az önét is meg tudja változtatni. Kérem, adjon lehetőséget erre. Imádkozzon velem. Kérem, hagyja abba, amit éppen most tesz, és mondjon igent Istenre. Mondja, hogy igen, szükségem van rád. Imádkozzon most velem, kérem. Istenem, én nem értem azt a szeretetet, amit felém tanúsítasz. Azt a szeretetet, amellyel a múltban elkövetett rossz döntéseimet te megbocsájtod. Megbocsájtod azokat a fájdalmakat is, amelyeket én okoztam másoknak, és ennek ellenére szeretsz. Én nem értem ezt. Egy dolgot azonban érzek a szívemben. Azt, hogy mennyire nagyon szükségem van rád. Bűnös ember vagyok, és megváltóra van szükségem. Kérlek, Istenem, bocsáss meg nekem. Bocsásd meg a sok súlyos bűnömet. Mert én most egy új kezdetre vágyom. Mindenemet átadom neked, és arra kérlek, hogy ne csak a lelkem megváltója legyél, hanem az életem ura is. Kérlek, hogy változtasd meg az életemet, a gondolkozásmódomat. Adj nekem halló füleket, hogy meghalljam a hangodat, és adj látó szemeket, hogy meglássalak, és egy olyan szívet, amely szenvedélyesen szeretne megismerni. Most hátat fordítok az eddigi életemnek, és teljesen felét fordulok. Mutasd meg, kérlek, hogy kell ezt megtenni, és adj erőt is hozzá. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem, és köszönöm, hogy vártál rám. Mindezt most átveszem a Jézus nevében. Amen.